Az idei horgásztáborban is vettünk át a horgászokkal, a horgászat iránt érdeklődőkkel itt a táborban olyan szerelési technikákat, melyek már a modern pontyhorgászat vívmányai. Természetesen ezek mind-mind a sikeresebb akasztások érdekében történtek, a sikeres fárasztások befejezése miatt. Nézzük is, hogy mik azok a segédeszközök, melyekre nagy hangsúlyt helyeztünk. Röviden, átfogólag. Először is a fluorokarbon előkezsinorok. Ezek a fluorokarbon előkezsinorok a taskának egy soft, tehát nem sprőt kemény előkezsinorjai. Hihetetlenül lágyak voltak számomra, természetesen ahhoz képest, hogy ezek fluoro előkék. Ezen kívül, amire odafigyeltünk, a kis kedvenc szerelékes dobozomra, ezen belül az elhelyezésre, hogy miket lehet benne elhelyezni, milyen végszerelék kombinációk elkészítéséhez szükséges apró kiegészítőket. Gyári végszerelékeket vettünk át. Gyári végszerelékek olyan szintű összeállítását, melyben komoly kombinációkkal rendelkezhetünk a halak elleni küzdelmek során. Gyárilag egy ilyen szedve három darab antitagle cső megoldás, vagy pedig ólombetétes, tehát lead-kor megoldás található. Ezek 80 centi hosszúak, és a végükön található egy klipsz, melybe az olmot, a füles olmokat rögzíthetjük. Itt egy nagyon fontos tulajdonságra szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig ezek elhagyós végszerelékek, tehát elhagyják az olmot. Ennek a fárasztások során van nagy jelentősége, hisz ha az olmot elhagyja a végszerelék, akkor könnyebben befejezhetjük a fárasztást. Az ólom nem fog oda-vissza lengeni a fárasztások során, közvetlenül a halszájához közel, és ezáltal nem tágítja ki a sebet, tehát mindenképp jó és szükségszerű az elhagyós ólom. Fölfűzzük rá, a kis műanyag pöckébe ráhúzzuk, egészen a végéig, ahol azt meg lehet tartani. Na most, a gumiharangot rá kell húznunk, itt jön az egésznek a trükkje. Ha teljesen rátoljuk, akkor ez az ólom a kapás során nem fog lecsúszni róla, hisz a gumiharang megakadályozza. Éppen ezért egy kicsikét ezt kijebb húzzuk, egy 2 millit rátoljuk, és ebben az esetben már kapáskor, amikor meghúzza a hal, a horog, mármint a csalit megfogja, ugyebár is meghúzza a hal a végszereket, a horog beakad a szájába, az ólomnak köszönhetően, a fix végszereknek, de itt is látni, elhagyja az ólmot, tehát az ólom le fog innen esni, és akadálytalanul az ólom kilengései nélkül fejezhetjük be a fárasztást. Tehát ez egy nagyon fontos része ennek a végszereknek, ez az elhagyós klipszes végszerelék. Föltoljuk akkor rá, és kész. Na most erre a fluorokarbon előkéből készítettem előre már egy előkét. Egy 4-es horogból csalitüskés rögzítéssel kialakítva. A fluorokarbon előke a modern pontyhorgászat egyik nagy bimpánya, mint említettem, ez egy taska soft fluorokarbon előke. Szinte láthatatlan a vízbe, teljesen más törése van ennek a zsinórnak a vízben, mint más előkés zsinóroknak, ezért nem vesz észre a hal, és ugye az utolsó 20-30-40 centi nagyon fontos a végszereléknél, a hal itt veszi észre legjobban azokat a gyanús dolgokat, melyek elriasszák esetleg az etetésről vagy a csali felszippantásától. Nagyon könnyű rögzítése van a előkéknek, mindenképp ebbe a kis fülbe akasszuk bele, majd húzzuk rá az eltartót, mely bedobás során eltartja az előkénket a lead-kortól, tehát az ólombetétes előtét zsinórtól, és így megakadályozza a gubancolódást. Ez az egyik nagy előnye. A másik, hogy nagyon gyorsan lehet cserélni előkét, hisz egyetlen mozdulattal levehetjük az előkét, és a következőt visszaakaszhatjuk. Ennek akkor van jelentősége, ha a horog mondjuk csorbul,
vagy sérül az előkezőnyezet. Tehát akasszuk fel, majd húzzuk fel rá a szilikon eltartót, mivel dupla fület kötöttünk, egy dupla kis csomóval alakítottuk ki ezt a fület, melyet beleakasztottunk, ezért egy kicsit nehezebben lehet áthúzni, de egy kicsike erőltetés után ráhúzhatjuk, és ezáltal megakadályozhatjuk a csavarodását, feltekeredését az antitagló csőre az előkénnek. És természetesen, mint látni is, ezt megfelelő mértékben eltartja, majd az antitagló csőtől az előkét, a csalit nem fog feltekeredni. Nézzük a csalizást. A csalizás az egyik mostanában kedvenc segédeszközömmel fog megtörténni, mégpedig a csali csavarral. Ez a csali csavar rendkívül gyors csali rögzítést tesz lehetővé, és ez főleg a kisebb testű 12-14 mm-es csalikra értem, de hogyha nagyobb csali csavart használunk, akkor természetesen mehet már akár a 20-as, 22-es, 24-es csali is fel, gondolok főleg a bojlira. Vegyük ki először is akkor a lebegő szivacsot. Ennek egy különleges tulajdonsága van ennek a lebegő szivacsnak, ha összenyomjuk, és így mártjuk bele a dipbe, és elengedjük, akkor magába szív jelentős mennyiségű dippet, mely természetesen majd a vízbe bedobás után fog kiáramlani belőle. Na tehát tekerjük bele, egy kicsit belenyomjuk először, és elkezdjük a csali csavarra feltekerni ezt a lebegő bojli imitációt, lebegő szivacsot. Tökéletes rögzítés biztosít rajta. Megvan neki a megfelelő szabad mozgása, hisz egy gumistopperrel megakadályozunk, hogy lecsusszon róla. Láthatatlanná válik szinte az ajzat során ez a fluorokarbon előke, tehát minden alkalmas arra, hogy felkészülten várjuk a pontyokat. Még egy trükköt szeretnék erre bemutatni. Mégpedig a szivacs rudacskát tulajdonképpen, mely egy régi, de annál hasznosabb találmány, mostanában a reneszánszát élik. Van neki színes változata és fehér is. Mire is jó ez? Vegyünk ki egy darabot. Ezt tűzzük fel a horogra. Lehetőleg oda-vissza kétszer fordítsuk át, hogy a bedobást elbírja. Na most ez egy PVA szivacs, melynek a szerepe a bedobások után mutatkozik meg. Tehát bedobjuk, lesüllyed az ajzatra az egész végszerelék. A PVA szivacs lebeg, ez a PVA szivacs, ez felemeli a csalinkkal együtt a horgot. Na most mégis van ennek jelentősége? Iszaposabb mederviszonyok közepette fantasztikus lehetőség. Ha bedobjuk, az ólom ugye belevágódik, és az iszaba is magával rántja a csalit is. Na már most. Ez nem fordult elő abban az esetben, ha kilebegtetjük a csalinkat a horoggal együtt. Egy idő után el fog olvadni, le fog jönni a horogról, a csali szép nyugodtan le fog érkezni a fenékre, az iszaprétegre, nem fog belesüllyedni, tehát várni fogja az etetés és a csali iránt érdeklődő pontyokat vagy amurokat. A PVA szivacs fel fog menni a víz tetejére, így látni fogjuk pontosan azt, hogy hol van a csalin, esetleg ha gyorsan rá szeretnénk valamit dobni dobócsővel vagy rakétával, a víz tetején megjelenne fehér vagy színes rudacskából, tudni fogjuk, hogy az pontosan hol található, hol terül el, hova kell etetnünk. Ezeknek a segédeszközöknek a segítségével, ezzel a végszerelékkel nagyon eredményesek lehetünk, bármely tavon, rövid vagy akár hosszú távú horgászatok során is.